Sziasztok! Megkezdtük Noénak a szülinapi buliját. Indulunk a mamához, ugye? Kinek van a szülinapja? Nekem. Neked ma szeptemberben lesz. Alexnek is szeptemberben lesz. Augusztusban Noénak van a szülinapja, úgyhogy a mamánál fogjuk ünnepelni. Az lesz a menet, hogy most. Én már Szeptemberben lesz, igen. Szóval az a menet, hogy most elviszük őket a mamáékhoz, összerakjuk a Noénak a fő ajándéket, apa megcsinálja. Addig ő játszik, mi elmegyünk a két tortájáért, mert lesz neki két tortája is. Az egyik az azt tortáj, ma... Tortáj, megyünk szóval, hogy az egyiket meg fogja kapni most, a másikat pedig holnap viszi a bölcsibe reggel magával. Úgyhogy ezt így tudtuk megoldani, hogy most elhozzuk, betesszük a hűtőbe, aztán utána a másik tortával pedig megyünk a mamáékhoz. Aztán még lesz neki két kisebb ajándéka, az egyik az ugye az ovi kezdésre, a másikban pedig majd könyvek lesznek, 16-os meg rendőrautós. Úgyhogy igen, ahol is látni fogjátok, amikor megkapja. Kíváncsi leszek, hogy a fő ajándékhoz mit fog szólni. Úgyhogy akkor most megyünk, aztán majd rögzítjük folyamatosan az eseményeket. Na, Alex reakciójára felkészülünk, majd amikor lekanyarodunk a főútról, majd hát ez mindent el fog mondani. Mi van? Ide kukucskálsz? Igen. Téged figyelünk. Téged figyelünk, hogy mi lesz a reakciód. Noénak tegnap az óvis karácsvásárról lett egy szép sárga szemüvege, kaptam Marika nénitől, ugye? Na, figyeljetek mindjárt. Megyünk lefelé. Figyeljetek. Menjünk be a múlt papához! Gyertek, következő kanyar jön majd, csak először egy húpli. Mindjárt kövi kanyar. Alex már mutatja, igen. Következő. Na, hol vagyunk? Mamá. Amelyikhoz megyünk? Babózni. Uh-huh. Jöttünk bulizni? Igen. Igen? Na, jó van, Bence, jövünk. Látjátok, otthon egy vizslás tábla. Postás bácsi, meg senki ne nyúlkáljon oda be. Nyílik a kapu, mamák? Megyünk be? Megyünk be? Na és van itt vizsla? Igen. Igen? Na mindjárt megkeressük őket. Készül a lupi. És itt van a fő ajándék. És nem sokára Noé is kijöhet a kis szobából. Pipike, várj egy kicsit. Ez lesz a Lexi. A többi az közös, de Noé. De ez kimondottan a Lexi. Pipike, mindjárt jönnek, jó? Betűnként? Nem mindegy. Akkor hagyjuk, majd akkor legközelebb. Szedd neki valahova ide. Nem is tudom, hova. Ide? Úgy, hogy látszott. Tessék. Tempózzunk. Dodika! Gyertek! Gyere, Dudika! Oda menjél! Gyere, babám!
Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Nézzétek! Lufit is kaptál! Ez egy tűzoltóság! Ez egy nagy tűzoltóság! Emberkékkel, tűzoltó bácsikkal! Na, megyünk a tortádért, jó? Addig játszol a mamáikkal? Lett volna a tűzoltó, mert én tüzeltem. Lett volna, aki eloltja. Jó lesz? És itt kinyílik egy kapu? Ez Jossi! Na és csak itt kell bemenni a tűzoltóságra, Dudika. Tudom, hogy szelted a kapukat. Aha! Ott kell bemenni a tűzoltóságra. Hoppá! Itt van a nagy tűzoltó autó. Emeld meg egy kicsit. Emeld föl. Úgy, hogy de ügyes vagy. Várjál, kicsit odébb teszel. Ez szép Lufi. Lufi, igen, te is kérsz. Nem pukkan el, ez nagyon jó Lufi, ez nem pukkan el. Na, pápa! Pápa! Játszatok addig a papával! Tessék, itt, gyertek! Na, keressünk egy vizslát! Ott van! Szia! Hello! Na, mi van, borsókoma? Hát még 22 perc, 11 kilométer. Nézzük egy kis Dunát! Megmutatom nektek, milyen most a Duna. Másik oldalon is. Annyira nem tudom mutatni. Hajó! Ó, nincsenek itt a gyerekek. Néznénk hajókat. Jönnek itt a belvároson át. Gyerekek, megreméljük, hogy szépen játszanak az új játékokkal. Vannak a kedvenc fáink, és négyzetre nyílt fák. Na meg most már jön a villamos, most már nem látjuk. A kis szökőkút. Sok kis szökőkút. Óriás kerék is van. És csúszásban vagyunk, de hát ez nem gond. Mi kettő körül szoktunk ebédelni, gyerekek meg is játszanak. Megjöttünk. Jó a cica! Itt van Fuszedli. Köszönöm.
A szétoltákat is megnézzük. De jól néz ki. Csinos ilyen. Pufancsos. Tortákat hoztak most. Ah, jól néznek ki. Azt mondtam, mutassam meg nektek ezt a Ferrarit itt. Milyen csinos. Meg azt, hogy azt is mondtad, hogy mutassam meg, hogy beelőztük a Ferrarit. Igen. Nem tudom, hol van. Már eltűnt. Na, lehet Ferrarival is szépen lassan haladni. 12 óra 22. Mi otthon vagyunk egy 12 perc múlva, és akkor utána megyünk tovább a mutikhoz. 12:41, most már elindultunk otthonról. Ja igen, hát olyan szépséges tortákat hoztak ottan az órunk előtt. Szóval olyan szépséges tortákat hoztak, ilyen parfétortákat, tojáshabosat elsőnek, aztán epreset, mállásat, és puncsosat, vaníliásat, és csokisat, mindenféle ilyen fagyi tortákat, ugye? Vagy ugye eszembe jutott, hogy a mamának most lesz 18. névnapja, és hát hozzunk neki egyet. Nem elég két torta, hozzunk egy harmadikat is. Mi most leraktuk a Noélnak a tűzoltós tortáját otthon, és a rendőrautóssal, de furcsa, hogy vissza helyett egy tortaja mellé, meg az Alexéját is. Ja, és a mamának pedig vettünk egy vaníliás, puncsos parfétortát, és azon röhögtem, hogy lemenném fogadni, hogy gyerekek kis fagyi tortát fognak kérni, és annyi a rendőrautós tortáknak. Na de nem is az a lényeg, hanem hogy emlékezzen, hogy a 4. születésnapjára az autósat, meg rendőrautós tortát kapott. Ja igen, még valami eszembe jutott, hogy pár hete láttam, hogy lehet kapni TikTokból ilyen hatalmas travel size méretű óriás nagy dobozos TikTokot, és hát a reptéren még így kifogtunk egy nagyon combogó emberkét. Ott. Nagyon lassan megyünk. Vasárnap. Igen. Na jó, szóval igen, hatalmas TikTokot lehet kapni, a reptéren lehet kapni, főleg, hát utána most ugye nem megyünk ki. Bármi a világ végére sem meghatottatok, hogy elmentünk a világ végére tortára, de hát mi mindig ide megyünk a horvát cukrászába tortáért, nem még esetleg a Daubner harmadik kerületben még az jöhet szóba, de akár hányszor máshonnan, Érden, Battán, nem tudom, környező helyekről próbáltunk tortát, de nem voltak finomak, és azért drágák ezek a forma torták, szóval mi úgy döntöttünk, hogy maradunk a jól bevált és biztosan finom belsejű és szép külsejű tortáknál, úgyhogy elmentünk a világ végére Újpesten, van ez? Újpest, ugye? Tehát talán jó, iszonyat messze volt. Na mindegy, hát szeptemberben még kétszer megcsináljuk ezt, mert a Alexi és Lisa is onnan kapnak tortát. Úgyhogy hát a reptére most azért inkább nem menjünk el. Valaki, Janyuci írta a poszttal, ahol láttam ezt a TikTokos dobozt, hogy a olyan molkutakon is lehet elvileg ilyet kapni, ahol van marké, vagy mi ilyesmi, ilyen étterem. Tehát, hogy gyanítjuk, hogy ami az autópálya mellett van benzinkút, esetleg ott utazok, vesznek ilyen hatalmas óriás titekot. Megpróbáltuk őket felhívni telefonon, de az üzlet, a marké konkrétan az nem is látott meg, nem is elrúlnak ilyeneket, szóval nem tudtak, hogy van a shopban. Megpróbáltuk konkrétan a benzinkutat felhívni, ők meg nem vették fel a telefont. Úgyhogy, hát akkor most megyünk a mamáikhoz, most már az autópályáról majd lemegyünk és megnézzük, hogy háta van, de kevés esélyt látok rá, és így jobb hozzáállni, hogy örülök, hogyha lesz.
mint hogyha bárcsak lenne, és ó, nincs. Tehát inkább úgy megyünk, hogy úgyis azért kap mások ajándékot, de minden nap megkérdezi, hogy ehet-e TikTokot, mert apa mindig azt szokta csinálni, amikor menj oda, vagy menj valahova, megkap egy mentolos TikTokot, és akkor már Noé is mindig oda áll mellé, hogy ehetek TikTokot? Kapok TikTokot? Úgyhogy gondoltam, hogy ez még egy olyan jó kis meglepő lenne neki, de meglátjuk, hogy lesz-e. Bejöttünk közben tankolni, mert hát nem érünk már el, ott nem érünk már el mamékhoz, meg vissza is, már ennyi üzemanyaggal, meg már nagyon sípolt itt az autó. Igen, azt akartam még mondani, hogy a Playmobil tűzoltó szettet, amit láttatok, hogy a Noé kapott, most megkapott, mielőtt eljöttünk, azt használtam, vettem, meg még vettem Lizának is mellé nyuszikás Playmobil, meg cicás kisállatpanziós Playmobil szettet, meg egy cukrásztát. Ezeket egy nagy csomagban vettem egy anyukától, és így, hogy használtam, vettem, és vettem hozzá, tehát vettem mellé egy nagy tűzoltó autót az állomáshoz magához, meg kisebb járműveket, ilyen quadot, meg hajós szett, meg nem tudom, csónak volt még hozzá, meg egy plusz autót kaptunk ajándékba hozzá, tehát így az egész pak került fele annyiba, mint hogyha most a legújabb Playmobil szettet vettem volna meg, úgyhogy sokkal jobban jöttem valaki, meg hát most ők még kicsik, úgyis föltözvágják, meg széthullik atomjaira, meg eltörik, meg minden, úgyhogy így első játéknak ilyen komolyabb összeszerelős, meg tehát, hogy nem már a baba játékok, bármilyenkorik, hanem már 4 évesnek való játéknak szerintem tökéletes, hogy így használtan vettem nekik. Egyébként gyönyörű szép állapotban van, nincsen semmi hibája, a villogója is működik, csak az elem le van benne most merülve, ami a nagyszülőknek nem is probléma, meg hát mondjuk nekünk sem, de mindegy, egy gyerek, majd ott van, megcsináljuk, hát játszom vele, szirénája villog, a tűzolt, nagy tűzoltónak. Meg a hangot is ad ki, akkor van riasztó is, hát az ott állomás, ez egy nagyon szuper kis játék, és hát mind a hárman tudnak játszani, úgyhogy muszáj volt több kis elemet is venni hozzá, több kis elmévet, hogy ugye a Liza is tudja vele, meg hát Alex kapott pluszban ajándékba hozzá egy nagyobb tűzoltót, egy régebbit, úgyhogy most ők ezzel játszanak, meg úgy lettem, kaptam képet róluk, hogy a Luffy party is volt, úgyhogy nagyon jól el vannak, amíg anyukám főz, addig a többiek gyerekek játszanak. Nagyon jó gyerekek, egyébként nincsen rájuk sosem panasz, nagyon ügyesen viselkednek, szépen, igedelmesen viselkednek. Úgyhogy most akkor az Oceánkútnál tankoltunk, és akkor megyünk tovább a Malkuthoz, mert ott hány forinttal volt drágább az üzemanyag. 74 forint a drágább a múlnál, úgyhogy inkább bejöttünk az Oceánhoz tankolni. És akkor most van 12:53. Hát egy órára már nem fogok odaérni, de úgyis mi kettő körül szoktunk ebédelni, úgyhogy nem gond. Most megyünk akkor a TikTokot még megnézzük. Nem, hát nem volt sajnos TikTok, de semmilyen, igen, semmilyen TikTokot nem látunk, teljesen normális dolgok voltak, mint igen, én a M7-esnél ott nálunk a Éri lehajtónál a Shell-nél láttam nagyon jó pofa dolgokat, amiket még máshol sosem. Tudom, lehet, hogy majd ott megnézzük majd valamikor, de már nem ma. De most megyünk majd vissza az új is vásárra, hát ha még valami játékot vagy valamiket találunk majd nekik, mert kb. 15:30 tudunk itt a mamáiknál lenni, utána nekik menniük kell dolgozni. Úgyhogy, ja, nem vagyunk elkeseredve, vagy nincs a TikTok, hát annyi mindent kap, de majd valahonnan megszerezzük neki, szerintem megrendeljük, láttam webshopban is, jó, elég drágán, meg még 20-szállítás, 1500 forint, azért jobb lett volna, hogyha benzinkútnál találunk, de hát mindegy, így is jó, így is örül azért, a Luffy-nak is, a Dortának is, sok minden van azért neki, aminek most örülhet. Na, ennyi idő volt, amíg elmentünk a tortáért, meg haza leraktuk, és akkor kijöttünk. Megyünk be a gyerekekhez. Jók voltatok?
Jó voltál? Te is jó voltál? Nem. Ó, összerakadtak egy kis kupacba. Láttam, a bácsinak már nincsen. Feje van, de haja nincs. Bácsi már ledobta a sapkáját. Mi lett a kanaladdal, babám? Nem fog kapférni egyébként. Igen, én is leszámoltam, hogy nem stimmel. Tükre az, hogy régen melyik külön széken volt. Igen, a babakocsival. Hol a kanalam? Hol a kanalad? Nem tudom. Finom? Kék szörpi? Finom? Te pesgőd, a szülinapi pesgőd. Neked is lesz olyan napod. Nekem is lesz. Igen, neked holnap lesz. Nem lesz. Most írtod ezt egy bulik? Pipike, együnk, jó? Most is szól? Jó, így ad a kéket. Nyújtsátok! Mutassátok! Pipike, tiéd is kék? Nagyon szépek vagytok. Boldog szülinapot! Ott van a rendszám az, hogy Noé négy. Tetszik? Felfújhatod. Fújhatod. Közelebb? Na, de ne fújjad! Úgy, de ügyes voltál! Én már fújt. Na, mi ez? A tisztinábot. Ott van, hogy Noé négy, az a rendszáma. A fotókáták. Ezt tudtuk. A fotókáták. Lopatom? Hop! Na, Dodika, gyere! Kapod, igen, oda megyek hozzád? Igen, menjünk a zóniba. Ez mi? Na mi ez? Ki ez? Ez? Mi a benne? Ki az? Táska. Ez mi? Kihúzzuk, igen, ez a laptop táskád. Ebben mehetsz az óviba, viheted a kincseidet majd. Jó? Ezzel a kincs, hát majd teszel bele akkor a kincseket. Ez kizárt. Most csak ide beírjuk a nevedet. Oda. És mehet a Dudika óviba. Szemmel. Jó? Fölveszed? Fölveszed? Mert egy kézzel tudjuk most, erre tudjuk találni csak, jó? Mert a másik kezed áll. Úgy, jaj, megy! Mutasd, hogy megy! Hogy a nagy jobbiba? Ötek benne. Mi a benne? Hát abban lesz a ruhád. Mit viszel az obiba? Marika nénihez, meg a Linda nénihez. Elviszel már a Ninót. Viszel a Ninót? Jó. Viszel. Ezt a Piki már pakolja be az embereket neked. De nekem hozok még ajándék. Jaj, betegyük ezt a tartást. Ja. Ez milyen? Na, gyere! Ja. Csücsülj oda! Na, ki fog olvasni esténként? Én. Rendőrautó, kis a tűzoltó. Fordítsd el a könyveket, és akkor jobban befér, jó? Fordítsd meg.
Super Mario tornacsák, egy dinoszauruszos. Hihetted a tornacsúszodát. Jó, úgy be fog férni, ne a másik könyvet is. Ez Niki. A Niki a bácsi. Neked is van szem bácsi? Húzzuk be. És kikér Peppás sapkát? Peppás sapkát. Egy ilyen Peppás sapkát. Egy ilyen Peppás sapkát. Húzzá! Tessék, egyenizálnak. Mindjárt felrakjuk. Egyen olyanak. Egyen Pipinek. Balács egy Pipi. De mindjárt feltettem nektek, jó? Jaj, de szép lettél. Ez fagyi, fagyi torta. Gyere! Mamának van ezt a négy tartalmat. Tipike még fent van. Na, 4 óra van most már. Hazafelé tartunk. És megyünk a szobába. Megnézzük még utolsó napon a karácsvásárt, tehát ott állunk még. Azt mondta Marika néni, hogy még van egy szekrényi játék, amit megmutat nekünk, hogy van benne jó fejlesztő játékok, úgyhogy még van egy körülbelül óránk zárásig. De szerintem úgyis talán nyitva tartja, hogy játunk, nem? Tegnap is marra sokáig ott voltunk. Annyi minden volt, és annyi mindent néztem át, könyveket főleg, a társasjátékokat egyesével átnéztük. Ruhából nem sokat hoztunk, egy olyan 5-6 darab ruhát, egy cipőt, egy Nike Air Max-et hoztunk Noénak, meg két flip-flop, nem flip-flop, hanem ezek a drogszerű papucsot, egy tudótószemeset, meg egy nem is tudom a másik, amik vannak, azon is valami állatkák vannak. Úgyhogy addig alszanak, amíg hazaérünk. Még egy 10 perc, és megyünk a garázsvásárra. Na, Marika még a Laci pakol. Kiveszi az autó csomagtartójából a dolgokat. És már megyünk is tovább. Csúkol meg álomba. Szopikázza magát, olyan kis édi. Így adatja el magát. Ez megunhatatlan. Minden videóban szerepelni fog, hogy jó alszik. Hát ezt egyszerűen nem bírom megunni. Annyira cukik, amíg ilyen kis picik a cicák. Jó vicces. Na, jön a Laci, gyerekek, szétszedik a kocsit szerintem, úgyhogy megyünk. Na, itt vagyunk az Oviban. A rucikat átnéztem, cipőket átnéztem. Na, és akkor ez amiket visszünk, itt tábort vertünk. Na, 7:30 van, most jöttünk haza, borzasztóan feladtak vagyunk. Itt van a vásárfia. A mai hapci! Alexnek találtam szupinált szandált. Trikókat, ilyesmi. Ó, ez nagyon menő. Ez nagyon menő. Jófi!
A Luffy apa már bevitte. Na jó, szóval néhány ruhát még találtunk. Meg rengeteg ilyen fejlesztő játékot, ami az óvodáim volt, de már lecseréljük majd őket. Majd ezeket átnézzük. De nekem most ezt nincs helyem kipakolni. Nagyon elfáradtunk a mai napon, úgyhogy én el is köszönök. Köszönöm, hogy megnéztétek Noénak a szülinapi videóját. Még egy dolgot szerettem volna mondani, hogy volt egy hozzászólás az egyik videó alá, hogy Noé milyen hatalmas lett fejlődött, és én neki úgy annyira örültem, hogy ez még egy videóból is átjött nektek, mert tényleg az utóbbi egy vagy fél évben óriásit fejlődött, hanem is nagyon fáradt vagyok. Annyit fejlődött, de komolyan, úgyhogy megyünk ezen a héten szerdán, vagy csütörtökön megyünk a szakszolgálathoz, visszük őket a Noét és Lizát felmérésre. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fognak mondani. Ugye neki most van egy esernyi is kevet, specifikus zavar, hogy valami ilyesmi esernyi kódja van. Úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy hát az autizmus spektrum van belül, vagy a határán van. Hát a határán van a fejlesztője szerint, a konduktora szerint a határán van. Hogy beleesik a spektrumban, nem tudom, hogy ezt ki fogja megmondani. Hát ez majd most talán, most majd mondanak valamit a szakszolgálatnál, a központon, a Dohány utcában megyünk. Hogy egyik el, bazasztóan elfeledtem. Szóval nagyon örülök, hogy észrevettétek ti is, hogy milyen hatalmasat fejlődött, hogy elkezdett beszélni, komolyan a mondatokban beszél, olyan kis okos és olyan kíváncsi a világra, minden, de tényleg minden érdekli, úgy kinyílt a kis elméje, szóval annyira jó társaság most a Noé, meg a Liza is már, ő is úgy együtt, úgy ketten, hogy mozognak, annyira cukik, és játszanak, és egymást hívják ide-oda, szóval imádni valók egyébként. Na jó, megyek, vacsorát adunk a gyerekeknek, aztán egy kicsit pihenünk, és este visszajövök, és kipakolom az autóból a vásárfiát. Köszi még egyszer, hogy megnéztétek, és jövünk még további vlogokkal. Sziasztok!